kiugrásra azt gondolom, hogy egy olyan együttműködésről beszélünk, ami nem adja magát. Ugyanakkor, ha jobban belegondolunk, akkor az történt, hogy összenőtt az, ami összetartozik. A városnak két világhírű termékéről beszélünk, az, ami a szegedi kortársban lett a művészetekben, tulajdonképpen az a Pik Szeged a kézilabdában. Rengeteg dolog köt össze minket, hiszen hasonló módon készülünk egy előadásra vagy egy meccsre, tehát nagyon-nagyon hasonló az a stílus, az a dinamika, amivel mi felkészülünk egy-egy ilyen csúcs teljesítményre, és hát nagyon fontos szerintem, hogy két ilyen nemzetközi brand azért Szegeden egymásra találjon, és erősítsék egymást minden területen. Tulajdonképpen sok-sok vonalon régre megy vissza a mi együttműködésünk, sok-sok személyes kapcsolat volt a két szervezet között, ezt fűztük most sokkal szorosabbra és hivatalosabbra. Mi régi rajongók vagyunk, igaz, hogy mondjuk én a saját korosztályom, a régi Piknek voltam a rajongója, de hát újra a lendületet kap ez a kapcsolat, és újra kijárunk hozzátok. Egy ilyen alkalommal közelebb kerülünk egymáshoz, tehát a drukkolás intenzitása is erősebb a mi részünkről ilyenkor. Minden BL mérkőzésünkön itt vannak, illetve amikor tudnak, akkor bajnoki mérkőzéseinkre is jönnek, és nyilván ez a meghívás az a mi csapatunk részére is áll, mi is jártunk már az ő előadásaikon, de természetesen ez az együttműködés ez nem csak abban fog megnyilvánulni, hogy járunk egymás eseményeire. Napot! Egyrészt mozgásról van szó, tehát hogyha közösen lépünk fel ügyekben, és abban a mozgás örömét, a mozgás fontosságát, az egészséges élet fontosságát hirdetjük, akkor ez a két erő összefog, akkor szerintem az hatványozódik ennek a dolognak a híre és az ügye, az ügynek a fontossága. Nagyon sok külföldi van a társulatban is, és nem annyira ismerik a szegedi sportéletet, és szerintem nagyon sokat fog adni az ő Szegedhez való kötődésükhez az, amikor kimegyünk és együtt szurkolunk Szeged csapatának, úgyhogy ilyen szempontból is sokat ad nekünk majd ez a dolog, hogy megerősíti a kötődést a városhoz. Mi nagyon büszkék vagyunk, mert azért Pik Szeged játékosai esetében világsztárokkal van dolgunk. Mi ugyanakkor büszkék vagyunk arra is, hogy a szegedi balett ugyanúgy Szeged kulturális életének hírnöke és nagykövete a világban, hiszen 26 országban jártunk, tehát a szegedi név az általunk is azért néha fókuszban van valahol külföldön. Tehát mégis a Pik Szeged játékosai és a csapat teljesítménye az minket lenyűgöz. Én magam amúgy is személyesen is kötődöm a sporthoz, hiszen nagyon szeretem, sőt, sok barátom is van a csapat, a régi csapatban, úgyhogy hajrá Pik Szeged!